Kint fog lecsapódni az extra profit adó? Mi is ez az extra profit adó? Ezeket a kérdéseket fogjuk végigvenni vendégeimmel, Polszer István közgazdásszal. Szervusz István! Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat! És Szina Jánossal, befektetési tanácsadóval. Szervusz János! Sziasztok, én is köszöntöm a hallgatókat! Ez pedig itt a Monopoly, a Hitrádió gazdasági pénzügyi műsora, én Kajdi Barna vagyok. És mielőtt rátérnénk a témánkra, szeretném megkérdezni tőletek, hogy miért nem tetszik az EU-nak a kettős üzemanyagár? Szerintetek ez egy jó megoldás? Mindenképpen érdemes ezt védeni? Hát az EU-nak valószínű azért nem tetszik, mert azt mondja, hogy Európai Uniós állampolgárok megkülönböztetve vannak. Eljön ide valaki nyaralni, vagy átutazóban vannak, miért fizessen más benzin árat, mint amilyet a magyarok fizetnek. Tehát, hogy meg vannak különböztetve, holott egy közösségnek vagyunk a tagjai. Hát én erre tudok tippelni, de igazából más okot nem nagyon tudok. A másik ok az, hogy hát Magyarországot amúgy sem nagyon szeretik, Orbán Viktort amúgy sem szeretik, hát akkor tegyünk megint egy olyan dolgot, vagy mondjuk egy olyan dolgot, ami miatt ne kelljen nekünk szeretnünk Magyarországot, vagy Orbán Viktort. Igen, nyilván ez valamilyen szempontból egy kényszerhelyzet, tehát ugye az egész EU-ban talán nálunk a legalacsonyabb az üzemanyag most már egy jó ideje, és ez azért vonzza ugye a határ környéki településeken a tankolást, a külföldieket. Azt hiszem, talán láttam ilyen számot, 15% az extra forgalom, amit ugye ez generál, és gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy minden egyes literen vesztesége van a MOL-nak. Tehát minél többet tankolnak, annál több vesztesége van a MOL-nak ezeken az üzleteken, tehát nyilván innen jött ez van a hátterében. Én úgy tudom, hogy beraktak a végén magába a törvény vagy a határozat szövegébe egy olyan csavart, amivel megpróbálnak valamelyest ellene menni ezeknek a vádaknak, bár nem vagyok benne biztos, ez valószínűleg egy jogász kellene azért megkérdezni, hogy ez működni fog. Én úgy tudom, hogy végül úgy szól most ez a rendelet, hogy 480 forintért, illetve hatósági áron tankolhatnak a magyar állampolgárok, és mindazok a külföldi állampolgárok is, ahol az adott EU-s országban hatósági áras a benzin, és a magyar állampolgárok jogosultak hatósági áron tankolni. De nincs ilyen ország. Talán Horvátország. Igen, talán egy-kettő van, egyébként a horvátok ugye pont érintettek is ebben a történetben. Hát kérdés, hogy azért ez meg fogja állni a helyét. Én azért én is szkeptikus vagyok, de hát majd meglátjuk. És ne felejtsük el, hogy azért az én szüleim azért jártak át Ukrajnába tankolni pár év, 10 évvel ezelőtt, mert olcsó volt a benzin. Tehát ez a benzinturizmus, ez miért ne használja ki bárki? Ez nem új keletű. Nem új keletű dolog. Igen, tehát azért tipikusan, hogy általában a benzinturizmusot ott azért a benzin általában mindig keresnek normál körülmények között ugye az olajtársaságok. Tehát most azért ez egy nagyon speciális helyzet, hogy most olyan olcsón adják a benzint, hogy ezen bukik a helyi szolgáltató, vagy mindenki, aki ugye benzint forgalmaz Magyarországon. És szerintetek ezt a konstrukciót megéri védelmezni a kormánynak? Mindenképpen álljon ki, és védje meg ezt a kettős árrendszert, vagy fölösleges ezért harcolni? A Hernádi Zsolt a múltkori adásban is említettük azt, hogy azt nyilatkozta, hogy hosszú távon nem fenntartható ez a rendszer. Most megint, hát mondjam el azt, hogy odaszúrt a hatalomnak, mert tegnap vagy tegnap előtt pedig azt találta mondani, hogy kíváncsi lesz, hogy amikor majd veszteséges lesz a MOL, akkor a kormány fog-e kompenzálni a MOL-nak, mert volt olyan időszak, amikor a MOL bőven veszteséges volt. Tehát én továbbra is azon az állásponton vagyok, hogy ezt felül kellene vizsgálni, és ezt szerintem ezt a rendszert hosszú távon szerintem sem szabad fenntartani. Nyilván ez most egyelőre mindenképpen sokkal inkább egy politikai kérdés, mint gazdasági kérdés, tehát hogy mekkora a lakosságnak a tűrőképessége, mennyire akarják visszaterhelni ezeket a nagyon negatív piaci folyamatokat a lakosságra, mennyire vernék ki a biztosítékot, mennyire változtatná meg esetleg a politikai erőviszonyokat, hogyha hirtelen 7-800 forintra vagy a fölé ugrana a benzinnek, meg a gázolajnak, a dízelnek az ára. Ha már itt tartunk az energiahordozóknál, akkor rátérnénk a mai fő témánkra, az extra profit adóra. Mi ez pontosan? Mi az, hogy extra profit?
kihatározza meg, hogy mennyi az extra, vagy bármi köze van ennek az adónak a profithoz? Nagyon nehéz fogalom, vagy megfogalmazni, hogy mi az extra profit. A kapitalista rendszernek az a lényege, hogy egy vállalat, aki termel, aki szolgáltat, aki kereskedik, ő profitra tör. És tudjuk nagyon jól, hogy a növekedés miatt minden évben egyre több profitot kellene, vagy egyre több profitra kellene szerteni. Tehát ez a rendszernek a velejárója. Az, hogy mit jelent az, hogy extra profit, ez kihatározza meg, hát én nem tudom, szerintem a közgazdaságban nem is tudom, hogy van-e ilyen erre vonatkozó tétel. Igen, tehát igen, ahogy János említette, tipikusan ugye azért a piacgazdaság a profitról szól. Bizonyos adott környezetben mondjuk lehet valamilyen szempontból egy adott helyzetben az extra profitot megpróbálni értelmezni, tehát ebben az esetben én azt egy olyan megközelítés elképzelhető lenne, hogy azok az iparágak, azok a vállalatok, amelyek valamiért a szokásos, átlagos, normál profitrátájuk felett tudnak most jóval dolgozni, tehát most egy olyan extra bevétel, illetve extra nyereség keletkezik náluk, ami normál körülmények között egyébként nem áll fenn. Ezt mondjuk esetleg valamilyen szempontból, de ez nem szakszó, hanem ez inkább egy ilyen közbeszéd, hogy ezt akkor esetleg erre lehet hivatkozni extra profitként. Igen, csak azt látjuk, hogy van egy csomó cég, amelyet megfogadóztatni a kormány, annak ellenére, hogy veszteségesek voltak az előző negyed évben, fél évben, évben, mint igen, például a Wieser. Tehát lehet, hogy akkor onnan, vagy visszalépve egy-kettőt, ez az extra profit, ez egy név, akkor erre visszatérünk, hogy ennek a névnek van-e köze a valósághoz, vagy nincs, miután egyáltalán próbáltuk ezt a nevet értelmezni, de nyilván a magyar költségvetés jelenleg nagyon nehéz helyzetben van. Az év első negyedében, az első negyedében nagyon pörgött a gazdaság, amiről ugye kijöttek a pozitív hírek. Ebben óriási szerepe volt, hogy már tavaly eldöntötték, hogy az első negyedében a lakossághoz nagyon komoly pénzek fognak áramolni. Nyilván ennek lehetett valamilyen szempontból politikai célja is, hiszen a választások azok éppen ekkoriban voltak, éppen a választások erőtre voltak ezek a dolgok időzítve. Ugyanakkor másrészt szerintem lehetett egy olyan jogos várakozás még tavaly, hogy a COVID egyre inkább úgy tűnik, hogy megfékeződik, vélhetően egyre inkább le fog csengeni. Van egy gyors visszatérés a gazdasági növekedésre, a növekedési pályára, mind Magyarországon, mind külföldön azért ezt láttuk, és van ez a magyar mondás, hogy valaki előre iszik a medve bőrére, tehát lehet, hogy ezt kivetítették a szakértők, hogyha ez így folytatódik, akkor itt lesz majd mire inni. Most ehhez képest nagyon megváltozott a világ pontosan az első negyedében, ugye ez a háború, a COVID valóban úgy tűnik, hogy tényleg lecsengőben van, viszont ez a háború, ez szinte mindent felülírt. Nagyon komoly gazdasági terhei vannak, és a kormány ott állt, hogy az a költségvetés, amit elfogadtak erre az évre, az nem áll meg. Tehát abból nagyon, nagyon komolyan vissza kell nyesni a kiadásokból, illetve meg kell próbálni növelni a bevételeket. Hogyan lehet, ki lehet növelni a bevételeket? A lakosságon, vagy a vállalatokon? Tipikusan ez megint egy olyan kérdés, ami elsősorban, vagy részben, vagy igen erősen politikai kérdés is, hogy most egy ilyen hangulatban zúdítsanak-e, az első negyedében kapott egy csomó pénzt a lakosság, most ezt vegyék vissza, ez elég furcsán venné talán ki magát, és itt jön be, hogy a kormány tulajdonképpen régi receptekhez nyúlt vissza. Tehát a 2008-as válság után már láttuk ezt, hogy amikor a költségvetésnek az egyensúlya felbomlott, akkor ugyanúgy ilyen különadókat róttak ki azokra a szektorokra, amelyeket, hogy így mondjam, meg lehetett sarcolni, vagy akiktől pénzt lehetett elvonni. Most ugyanezt látjuk, csak talán a kormány rátett egy lapáttal, mert még nagyobb a lyuk, mint korábban volt, még nehezebb a helyzet, illetve most már megvannak a tapasztalatok. Tehát ez a név, ez sokkal inkább szerintem egy marketing név, amivel eladják ezt a... Az emberek mégis úgy vannak vele, hogy jaj, csak az extrát veszik el. Igen, az extrát, vagy az extra profitot azért úgy annyira már nem sajnálja senki, vagy hogy akkor az beleférhet. Egyébként talán egy-két cégnél valóban beszélhetünk extra profitról. Tehát melyek ezek? Konkrétan a Molnál például. Tehát itt azért ugye ez nagyon sok... Az OTP-nél is, tehát a bankszektor is meg lehet azért említeni. Igen, a Molnra mondjuk azért tényleg rá, hogy ott azért van egy nagyon speciális időszak, hiszen mi még ugye mindig nekünk ugye Oroszországból jön az olaj,
És tipikusan a nemzetközi olaj árjegyzések, az orosz olaj, illetve a más északi-tengeri vagy amerikai olaj, ezek azért nem voltak túl messze egymástól. Most viszont a háború kitörése után ezek nagyon elszakadtak. Tehát az orosz olajat azt most elég komoly diszkonton jóval olcsóbban lehet venni a piacon, illetve jóval olcsóbban tudják az oroszok eladni. Tehát a MOL-nak hirtelen az a szokásos margin, vagy az arra a szokásos nyereség rátájára most hordonként körülbelül $30 plusz rájött, egy elég jelentős, tehát akár körülbelül egy 30%-os extra nyereséghányadot tud a MOL zsebre tenni azáltal, hogy az oroszoktól jóval olcsóbban tud most olajat venni, mint a világpiaci ár. És a végén azért a MOL is tipikusan megpróbálna ezt világpiaci áron eladni. Ugyanakkor a MOL-nál azért van egy nagyon érdekes kérdés, mert a MOL már jelenleg is, ha úgy tetszik, nagyon komolyan adóztatva van, hiszen ez a 480 forintos benzinár, dízelár, ez tulajdonképpen egy igen komoly adó. Tehát amit beszéltük, a MOL-nak a 480 forinton vesztesége keletkezik. Tehát a MOL már eleve kiveszi a részét a rezsicsökkentésből, de most még úgy tűnik, hogy még ráraktak a MOL-ra egy jó nagy adagot. Az összes többi esetben, tehát amikor ugye a légitársaságokról beszélünk, biztosítóról, valóban a bankoknak elég szép profitjaik voltak. Én inkább csak arra akartam utalni, hogy most nincsenek okvetően egy különlegesen szuper jó helyzetben a bankok másokhoz képest, tehát nincs egy olyan speciális profit lehetőségük, mint mondjuk a MOL-nak, de valóban azért a bankszektor az utóbbi években nagyon komoly profitokat termelt, és most úgy tűnik, hogy ezekből vonnak el. Igen, azért a MOL-lal kapcsolatban azt is említsük meg, hogy természetesen most egy nagyon jó időszaka van a MOL-nak. Azt is látni kell, hogy azért a MOL ebből a profitból nagyon komoly mértékben jutott vissza a részvényeseknek. Tehát most ki fog fizetni durván 10%-nyi osztalékhozamot, és ez pontosan amiatt teszi meg, tehát a MOL nem teszi el zsebre, nem rakja eredményi tartalékból, megtehetni egyébként, vagy fejlesztésre fordíthatnám, vagy akár az is előfordulhat. Nem, ő azt mondja, hogy meghálálja a részvényesi bizalmat. Tehát ezek a külön adók, ezek a extra adók, ezek jelen pillanatban szükségesek. Tehát a költségvetés helyzete megborult, valahonnan pótolni kell, nyilván a lakosságtól nem fogunk elvenni. Egyébként én azt gondolom, hogy a lakosságnál is vissza lehetne térni talán a sávos adóztatásra. Tehát a gazdagok miért ne fizessenek többet? Amerikában is ez óriási nagy dilemma, hogy fizessenek adót a gazdagok. Tehát én azt gondolom, hogy lenne még hova nyúlnia a kormánynak. Valami oknál fogva a lakosságot nem akarja bántani, értjük, hogy miért. Nyilván, hogy ezektől a multiktól egyszerű most ezt elvenni. A veszély abban van, hogy 2008-9-nél, amikor a subprime válság után jöttek az extra adók, akkor az elég hosszadalmas volt, hosszú ideig tartott. Tehát ez nem egy-két év volt. Most ugye az idei évre és a jövő évre vonatkozóan van ez meghatározva. Én nagyon csodálkoznék, hogy ezt 2023 év végén kivezetnék. Nagyon sokan azt mondják, hogy tulajdonképpen, hogyha a háború nem ér véget, ha az olajárban nem lesz drámai visszes, és nincsen meg $120 az olaj, ez tovább növekszik, akkor az az intézkedési csomag, amit most meghozott a kormány, az még kevés is lesz. És melyek azok az iparágak és cégek, amelyektől már semmit nem lehet elvenni, és hogyha még elveszünk tőlük, akkor esetleg bedőlnek? Hát én nem tudom, itt a légitársaságoknál mondják, hogy ott olyan nagyon-nagyon nagy profit nincs. Mondom őszintén, annyira én nem ismerem ezt az üzletágat, tehát őket talán tovább adóztatni már nem készen, ők egyébként tovább is hárítják, a Ryanair az ugye jelezte, hogy meg is emelte, de ha jól olvastam, akkor ő megvett repülőjegyekre is még utólag kér pénzt. Igen, itt már egymástak estek. Így van, tehát kiket tudna még, vagy ki az az iparág, vagy melyik az iparág, amit már nem lehet tovább adóztatni, hát nem tudom, ezek biztos. Én szerintem a biztosítótársaságoknál is, most a bankoknál is, tehát nagy profit van, de mindent nem lehet elvenni.
Igen, nyilván azért szerintem ugyanúgy azért próbálnak egyfajta egyensúlyt tartani, hiszen addig lehet a tehenet fejni, amíg él, tehát hogy ne forduljon fel. Tehát én azt gondolom, hogy ezt nyilván a fogukat szívják, de valamilyen módon ezt azért ki tudják gazdálkodni, tehát úgy tűnik, hogy ami számítások voltak, nyilván tehát vélhetően ezek az iparágok, ezek ki fogják tudni ezeket az összegeket fizetni, csak nyilván valahol lesz hiányozni fog. Tehát lehet, hogy kevesebbet fognak beruházni, lehet, hogy kevesebb új munkahelyet fognak létrehozni. Nyilván ez most egy úgynevezett ilyen jövedelem transfer, hogy a társadalom, illetve a gazdasági szféra egyik szereplőjétől, vagy bizonyos szereplőitől elveszük, és más szereplőinek adjuk át, csatornázzuk át ezeket a pénzeket. Ugyanakkor jóval kisebb mértékben, de azért látunk jeleket, hogy azért ez az infláció, ez a szintű infláció, amit most már az eurozónában is tapasztalunk, vagy az Egyesült Államokban tapasztalunk, ez azért már olyan szintű, hogy ott is már különféle beavatkozások történnek. Tehát nem annyira drasztikus, nem annyira látványos, mint Magyarországon, de nagyon sok kormány van most olyan helyzetben, hogy valamilyen módon meg kell próbálni a kompenzálni a lakosságot, vagy legalább a lakosságnak egy részét, a jobban rászoruló részét, vagy bizonyos iparágokat, szegmenseket meg kell próbálnia segíteni, mert egy olyan helyzet alakult ki. Tehát azért ez nem okvetlenül csak egy magyar probléma már. Angliában ugyanúgy az energetikai cégekre pontosan ugyanezt a szót, extra profitadót vetettek ki, tehát nem, ez nem magyar találmány, és máshol is alkalmazzák ezt. Amire az István utalt, az is egy probléma, hogy nem fognak beruházni ezek a cégek. Ha netán elbocsátások történnek, akkor a gazdaság növekedéssel mi lesz? Tehát amikor megállnak a beruházások, nincsenek fejlesztések, sőt, esetleg a munkanélküliség nőne, mert ezek kénytelenek elbocsátani embereket, akkor ott vagyunk megint, ahol a part szakad, mert kellene kis gazdasági növekedés. Ilyen drasztikus beavatkozásokra a cégek részéről számíthatunk? Elbocsátásokra? Hát egyelőre nem hallunk ilyen ről, de adódhat olyan helyzet, hogy erre kényszerülnek. Szerintem a beruházásokat vissza fogják fogni. Hát egyébként ugye az állam is visszafog bizonyos mértékű beruházásokat, tehát ebben az intézkedés csomagban ugye azért ez is benne van. Egy picit hadd legyek én a kormány szemben kritikus hangú most, hiszen kimaradt az extra profit adóból egy jelentős ágazat, az az építőipar. Tehát ami a barátoknak a kezében van, vagy a baráti cégek, az valami oknál fogva kivonat, és kérdezem én, van extra profit az építőiparban? Van. Tehát itt is lehetett volna, most, hogy ebből még mennyit lehetett volna plusz, tehát én javasolnám, hogy még ezek esetleg itt lehetnek utakodni, keresni. Igen, még visszatérve, tehát egy nagyon bonyolult helyzetben vagyunk. Például, hogy a cégek mennyire fogják vissza a beruházásaikat, az részben nyilván ez az extra profit adó, amit elvettek tőlük, és amire nem számoltak, tehát nyilván nem úgy indították az évet, hogy nekik még ennyi bevételről le kell majd mondaniuk, vagy nyereségről le kell mondaniuk. Nyilván ez fájdalmasan érinti őket, de most azért jóval súlyosabb kérdések vannak, hogy lesz, hogy recesszióba süllyed-e akár a világ, akár az Egyesült Államok, akár Magyarország, vagy mennyire fékeződik le ez a gazdasági növekedés. Ugye tavaly még nagyon optimista számokat láttunk Magyarországra és az egész világra, most már mindenki nyesi ezeket vissza. Kérdés, hogy mennyire fog lefékeződni a teljes gazdasági rendszer, aminek, és mivel úgy tűnik, hogy erősen fékeződik, már ez önmagában vissza fogja fogni a beruházásokat. Tehát itt ezek olyan dolgok, amik soha nem jönnek jókor, hogy így fogalmazzak. Viszont visszatérve tehát ez az összeg, ez most vagy a lakosságnak kell a rezsire, a benzinára, az ástoppal védett termékekre extrában fordítania, vagy pedig valaki másnak. Az állam úgy tudja ezt megoldani, hogy vagy újabb adósságot bocsát ki, az sem túl jó dolog, hiszen az adóssági pályánkon inkább az adósságot inkább lefelé szeretnénk vinni, vagy pedig megpróbáljuk valaki mástól beszedni, átcsatornázni. Egyébként, hogyha ez a lakosságra lenne visszaterhelve, akkor azért arról beszélnénk most, hogy a lakosság ezt hogy fogja megérezni, mennyivel kevesebbet fog fogyasztani a lakosság, kevesebbet fog utazni, kevesebbet fog nyaralásra költeni, kevesebbet fog vásárlásra költeni. Tehát, az is visszaad a gazdaságra. Igen, tehát az is visszaad, tehát azért ezt egy ilyen helyzetet nem lehet úgy megoldani, hogy ne fájjon valakinek.
Most nyilván itt úgy tűnik, hogy inkább egy politikai döntés született, tehát hogy ez a választópolgároknak fájna legkevésbé, de valóban kérdés az, hogy meddig fenntartható ez a rendszer. Hát gondoljunk bele, hogy tulajdonképpen itt most kettő dolgot látunk. Tudjuk, hogy ki volt a Bokros Lajos, tudjuk, hogy az ő nevéhez milyen megszólító csomag fűződik, azóta is szinte szitok szó lett ez a Bokros csomag. Tehát ő az akkori kormány a lakosságot terhelte, és úgy rakták rendbe a költségvetést, ahogy rendbe lett éve a költségvetés, azért megjegyezném. A mostani kormány pedig úgy próbál rendet tenni a költségvetésben, hogy ő most nem a lakosságot fogja terhelni, hanem a multikat. Most, ahogy így beszélünk róla, nekem azt tűnik fel, hogy ez az állami beavatkozás bizonyos szocialista elemeket hordoz magában. Rá van kényszerülve a kormány ezekre az állami beavatkozásokra, vagy van esetleg más megoldás arra, hogy kezelje ezt a problémát? Hát nekem ez problémát jelent, mert én is érzem azt, hogy visszanyúlunk olyan időszakhoz, amit szeretnénk nagyon gyorsan elfelejteni. Te túl fiatal vagy, úgyhogy nem tudod, hogy miről beszélek, de István meg én, hát mi sem vagyunk nagyon öregek, de azért azt az időszakot és azt a rendszert szerintem senki nem akarja visszasírni. Nyilván ez a rendszer nem kommunisztikus és nem szocialisztikus, mint ami most Magyarországon van, de ezek az intézkedések hajaznak erre. A másik az, hogy az inflációt és az áremelkedést, azt nem lehet a határokon megállítani. Argentinát a múltkor is példaként hoztam, én most is hadd hozzam példaként, elrettentő példaként. De ahhoz, hogy a költségvetés rendben legyen, ahhoz, hogy az ország működőképes legyen, ahhoz ezek az intézkedések most szerintem szükségesek. Ezt meg kellett lépni. Igen, tehát ez valóban ez a piacgazdaság az nem erről szól. Ugyanakkor nagyon megnőtt a lakosságnak a hangja az utóbbi egy-két évtizedben, akár a social media, akár az interakciók, az internet ehhez nagyban hozzátett. Nagyon figyelik a politikusok, hogy mire, hogy reagálna a lakosság, mennyit bír el a lakosság. Nyilván ez arról, tehát mindent meg lehet csinálni, csak lehetséges, hogy abba belebukik az adott kormány. Tehát hogyha itt most nagyon drasztikusan, és ugye nem csak a benzináról beszélünk, hanem ugye az energiaárakról, gáznak, villanynak az áráról, hogyha ezt ráeresztenik a lakosságra, ami már jó pár éve le van fagyasztva, hát ez egy nagyon komoly sok lenne a magyar lakosság számára. Nyilván ettől a soktól most ne akarják óvni a lakosságot, csak valóban azért ezek nem, itt egy kicsit most egy ilyen sodródás van, tehát mindenki bízik abban, hogy érjen végre véget ez a háború, stabilizálódjon valamelyest a környezet, kicsit kerüljenek jobban egyensúlyba, vagy kicsit csökkenjenek az árak az energia területen, az élelmiszer alapanyagok, műtrágya területén, stb. Mert amennyiben ez nem történik meg, valóban hosszú távon ezt a rendszert úgy lehet fenntartani, hogy egyre inkább eltorzul valóban a gazdaság. Itt még azért annyit, hogy azért az nagyon látszik, hogy ez az extra profitadó azért tipikusan a termelőágazatokat védte. Tehát a multik közül is elsősorban azokra a multikra terhelt, akik szolgáltatást végeznek itt, vagy akik értékesítenek, tehát akik kereskedelemmel, kiskereskedelemmel foglalkoznak elsősorban. A gyártókapacitást, ezt a szintű termelést, hozzáadott értéket, ezt védték. Tehát ott látszik, hogy a kormány velük kesztyűs kézzel bánik. Látszik, hogy ez egy prioritás. Tehát szeretné azt, hogy a Mercedes, a BMW, azok a nagy cégek, akik ide hatalmas gyártókapacitást hoztak, embereknek adnak munkát, ők jól érezzék magukat továbbra, és ne ő rajtuk csapódjon ez le. Visszatérve, szerintem egyre inkább rá van kényszerítve az egész világ, hogy valamilyen módon ezeket a problémákat ellensúlyozza. Nyugaton ez teljesen másként történt, de amikor a COVID után elindult az a pénzeső az ugyanúgy egy nagyon komoly belenyúlása a rideg piaci kapitalista rendszerekbe. Tehát az, hogy az állam elkezd egyszerűen csak valamilyen alapon pénzt osztani, az nagyon komolyan, az már önmagában azt torzítja,
a gazdaságnak a működését. És erről kevesebbet hallunk, de óriási pénzeső volt az Egyesült Államokban, várhatóan ez még egy darabig, most már ugye nem folytatódhat a végtelenségig, most már egyre nehezebb ott is ezt átnyomni, de már önmagában az utóbbi években nagyon sok pénz áramlott a gazdaságba és a lakossághoz is, extrában az államtól, és ugyanezt láttuk Európában is. Tehát a Fidesz is ilyen jellegű, elég komoly, drasztikus átcsoportosításokat csinál, csak azért jóval, hogy talán kicsit, hogy fogalmazzak, látványosabb módon, illetve talán bizonyos módon fapadosabban, mint kevésbé szofisztikáltan, vagy ügyesen, mint amint ezt mondjuk nyugaton csinálják. De az irányok meg a célok szerintem viszonylag azért hasonlóak. Engem még az érdekelne, hogy az átlagpolgárokat hogyan fogja érinteni az extra profit adó. Mert hogy ugye beszéltünk már itt a Ryanairről, a légitársaságokról, akik belengedték azt, hogy ezt az extra profit adót ezt a fogyasztókra fogják ráterhelni, de ugyanakkor Tóth Márton azt is elmondta, hogy ezt nézni fogják, vizsgálni fogják, és aki ezt megcsinálja, az ellen eljárásokat fognak indítani. Lehet mégis, hogy ez rajtunk fog lecsapódni? Hát mégis áthárithatják akkor? Vagy most mi lesz? Szerintem hosszabb távon a lakosság komoly részt fog ebből vállalni, függetlenül attól, hogy a kormány és az MNB is vigyázó szemeit majd ráveti a multikra, és hogyha ilyen áthárítást fog látni, akkor majd és akkor külön még megbüntetik őket. Én éppen István, amikor jöttünk, akkor arról beszéltünk, hogy oké, és mi lesz, én nem akarok pessimista lenni, vagy vészmadárkodni, de mi van, akkor majd innen a multik kivonulnak. Tehát ez, a végtelenség, ezt nem lehet csinálni. Nyilvánvaló, hogy azért a bankszektornak a működését, ha valaki egy picit ismeri, akkor az a 2008-9-ben ők nagyon nagy terhet vállaltak a subprime válságban, rengeteg pénzt fizettek. Azért, amikor a válságon túl lettünk, akkor a környezet valahogy nagyon kedvező lett számukra, és tényleg elképesztő mennyiségű pénzt tudtak csinálni a lakosságon. Tehát mi azt visszafizettük. Most ez... Én úgy érzékelem, hogy nem, tőlem nem vettek el most mondjuk egységnyi forintot ma, hanem elveszik majd az egységnyi forintot az elkövetkező 5, 6, vagy 7, vagy 10 évben. És ezt nem fogjuk észrevenni. Tehát szerintem ez úgy lesz, hogy a lakosság kvázi nem fogja észrevenni, de ő ennek egy részét meggyőződésem, hogy ki fogjuk fizetni. Igen, korábban is, amikor ilyen extra adókat vezettek be a magyar társadalomban, azért hosszabb távon valóban úgy tűnik, hogy azért finoman ezek beépültek valamilyen módon, előbb-utóbb átcsorogtak az árakba is, tehát átcsorogtak a lakosság felé. Ahogy a János mondta, nem okvetlenül azonnal, nyilván erre most azért figyelnek, talán a Ryanair-en kívül kevesen mernek ennyire nyíltan, hogy így mondjam, szembe helyezkedni ezzel, de valószínűleg már ott is megy a fejtörés, hogy mi az, amit azért egy kicsit lehetne emelni, vagy milyen stratégia mentén lehetne úgy mozogni, hogy ebből ezt az extra költséget, mert tulajdonképpen ez egy extra költség, ezt valamilyen módon megpróbálják áthárítani majd a saját vevőköreikre. Nyilván nem biztos, hogy csak a lakosságra, vagy csak így, vagy csak úgy, vagy egy lépésben, de erre valószínűleg lesznek kísérletek, biztos. Ugye most itt a légitársaságokra vonatkozóan az az érv az extra profit adó mellett, hogy hát más országokban ez az adó, ez már nagyon régóta él és fizetik. Hogy most miért kapták fel ennyire a vizet, hogy most Magyarországon ezt bevezetik? Igen, egyébként ez hivatalosan nem is a légitársaságokra, hanem erre a földi kiszolgálásra lett. Igen, csak ők áthárítják. A földi kiszolgálás áthárította a légitársaságokra. Igen, valóban nyilván minden országnak más az adórendszere, tehát elképzelhető, hogy bizonyos területeken, bizonyos szegmensekben akár nyugaton magasabb adókulcsok léteznek. Ezt most lépték meg. Lehet, hogy itt is van egy olyan fajta elgondolás a szociális érzékenység kapcsán, hogy aki külföldre tud repülni, aki Európán kívülre tud repülni, az vélhetően neki még az bele fog férni ebbe. Vagy az a külföldi, aki idejött Magyarországra, ide repült, amikor haza akar repülni, akkor tőle egy kicsit most így pluszba lecsípünk. Tehát itt nekem úgy tűnik, hogy itt megint inkább bizonyos szempontból talán ilyen szociális megfontolások, vagy politikai megfontolások érvényesültek.
ebben az esetben. De valóban ez egy érdekes kérdés, ezt egy Oszkár jogászokkal lesz majd érdemes beszélni, hogy milyen eszközé lesznek a kormánynak, amennyiben egyes szektorok vagy egyes szereplők ennyire nyíltan szembe helyezkednek vele. Összegezzük egy picit ezt a témát. Ki az, akinek jó az extra profit adó, ki az, aki ezt nagyon megsínli majd a jövőben? Mit gondoltak erről? Mit mondotok? Hát most nyilvánvaló, hogy a maga az államháztartás jól jár, hiszen nem borult meg a költségvetés. Lehetett volna még ezt az adó mellett, vagy ezt kiváltva hitelleveleket, értékpapírokat, tehát államkötvényeket kibocsátani, és abból finanszírozni ezt a játékot, de azt nagyon magas kamat mellett tudtuk volna csak megtenni, hiszen látjuk, hogy most már az infláció brutális mértékben elszállt, ugye Magyarországon kiírtosan 10% fölötti inflációt mértek. Ugye az adás az hétfőn lesz leadva, mi most pénteken beszélgetünk, 2:30 pedig ki fog jön az amerikai inflációs adat. Ez is nagyon fontos lesz, hogy ott márciusban láttuk, hogy azt gondoltuk, hogy egy tetőzést láttunk már, és az áprilisi, májusi adatok már egy picit jobbak lettek, most kíváncsi vagyok, hogy áprilisi adatok, bocsánat, jobbak lettek, meglátjuk, hogy majd most milyen inflációs adat fog kijönni. Tehát mi tudtunk volna esetleg kötvényt kibocsátani, egyébként a kormányt és tervezi is, hogy újra devizakötvényeket fog majd kibocsátani, hiszen pénzre van szükség. Tehát most ezt végig mondom, ezt meg kellett lépni, ezzel mi most úgy lehet, azt mondhatnánk talán úgy, hogy Magyarország ezzel jól járt, a magyar lakosság most ezzel jól járt. Azok az iparágak, amit az előbb itt felsoroltunk, azok nyilvánvaló nem járnak jól, nyilvánvaló ők nekik a profitjából ennyi és ennyi el fog tűnni. Én nem gondolom, hogy ezek csődbe fognak menni, reménykedjünk benne, hogy nem történik ez meg, a helyzet nem lesz rosszabb, inkább én attól tartok, hogy mondom, a háború és az inflációs pálya, ha ez itt nem következik be drámai fordulat pozitív irányba, akkor lesz baj. Igen, egyetértek. Tehát valóban a lakosságnak rövid távon ez mindenképpen nagyon jó, a kormánynak is jó, mivel stabilizálni tudja egyelőre mindenki átmenetileg a költségvetését, jó esetben akár egész évre, illetve másrészt nyilván úgy tűnik, hogy ezzel a támogatottsága sem csökken a kormánynak ellenben azzal, hogyha ugye áthárította volna a lakosságra. Tehát egyelőre ők a nyertesek. És hosszabb távon meglátjuk. Én is azt gondolom, hogy ezek olyan lépések, amiket úgy tűnik, hogy ez egy olyan szükséges rossz, amit nem nagyon volt most más alternatíva. Befejezésképpen pedig, hát első nyári műsorunk alkalmával kérlek, hallgatóknak javasoljatok néhány tippet, hogy pénzügyi szempontból mit csináljanak a nyáron, nyaraljanak, költekezzenek, vagy esetleg inkább takarítsanak meg. Mit javasoltok? Mik azok a lehetőségek, amiket mindenképpen érdemes még most kihasználni, amíg lehet? Hát ha most elgondolok, vagy belegondolunk abba, hogy tudtuk volna, hogy kitör a háború, és mondjuk úgy döntött volna Magyarország kormánya, hogy azt a 600 milliárd forintot nem ossza szét a lakosság körében, akkor most ez a 2000 milliárdos csomag 1400 milliárdos is lehetett volna, mert volt a tartalékban 600 milliárd forint. Nem kárhoztatjuk ezért, hogy nem látták előre, hogy háború lesz, tehát nem erről van szó. Én nagyon óvatos vagyok, és én mindenkit óvaintek a túlköltekezéstől, még akár nem is a túlköltekezéstől, hanem magától a költekezéstől is. Én szerintem mindenkinek érdemes józanul átgondolni. Mindig elmondom, értem azt, hogy nyár van, értem azt, hogy el kell menni pihenni, egész évben az ember dolgozott, és hát miért ne tehetné meg azt, hogy egy vagy két hétre elmegy nyaralni. Én azt javaslom, hogy ezt mindenki gondolja át, és inkább tartalékoljunk. Nem tudni, hogy milyen időszak jön. Van
számos olyan elemzés, amely arról szól, hogy az amerikai gazdaság erős, nem fordul recesszióba a gazdaság. Nagyon kell tartani egy amerikai recessziót, mert az egész világot le fogja húzni. Tehát ezt vegyük tudomásra, hogy ilyen a rendszer. De vannak olyan elemzések, amelyek azt mondják, hogy erős a gazdaság, nem kell recessziótól tartani. A Világbanknak is kijött most egy elemzése, egészen borús képet fest a növekedési pályával kapcsolatosan. Tehát ezeket a borúsabb véleményeket is hallgassuk meg, figyeljünk erre, és ennek szellemében döntsünk akkor, amikor mi költekezni akarunk. Én még egyszer mondom, inkább azon az állásponton vagyok, hogy megtakarítani, félretenni, és várni. Igen, lehet, hogy annyit tennék hozzá, hogy nyilván az egy drasztikus lépés, hogy elmenjünk-e nyaralni, vagy nem menjünk el nyaralni, nyilván akár ez is felmerülhet, de lehetnek olyan köztes megoldások is, hogy próbáljunk kicsit több időt tölteni a szervezéssel, vannak esetleg valamilyen olcsóbb alternatívák, szállás egyéb csomag kapcsán, van esetleg ne 10 napra, hanem 8 napra menjünk, tehát hogy szerintem érdemes valóban megfontolni azt, hogy tudunk ebben az időszakban tartalékolni, hiszen az infláció ráadásul velünk van, és úgy tűnik, hogy még akár még növekedhet ezeken a szinteken, vagy ha itt tetőzik is, de nem fog nagyon gyorsan csökkenni. Tehát sajnos fel kell arra készülnünk, hogy az ősszel is továbbra is elég magas árakkal fogunk szembesülni. Én is egyetértek azzal, hogy amennyire lehet próbáljuk meg tartalékolni, átgondolni, különösen nyilván a nagyobb pénzeket, nagyobb úgynevezett beruházásokat igénylő kérdéseket. De nyilván azért élvezzük a nyarat, tehát én is nyárpárti vagyok. Igen. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok a stúdióban, Polszer István és Színe János, köszönjük szépen. A szerkesztő Matos Dávid, én pedig Kajdi Barna voltam, sziasztok!